Csekszárd-megyei Város Közgyűlése Humán Bizottságának. Tiszteletem és szeretettel köszöntök mindenkit, a jelenlevő kórusokat, vezetőiket és a kedves közösséget. Szeretettel és nagyon izgalommal, hiszen mondjuk az, hogy ilyen még nem volt. Úgy is kezdhetném, hogy Esztergomtól nem volt, nem is olyan régen volt, amikor többen megkerestek bennünket, elsősorban a kórus zenerajongói, hogy nem lehetne így advent tájékán egy olyan akciót kezdeményezni, hogy a kórusok együtt. Ez nagyon szép lehet, és nem adózódik fel így az emberek ideje. Mi hozzá is fogtunk, évelején meghívtuk a kórusok vezetőit, kértük, hogy beszéljék meg, és adjanak választ erre a kérésre, kérdésre, kezdeményezésre. Hát az itt jelenlévő három kórus mondott igen, ketten elzárkóztak, mondván, hogy ők a bevett szokásaiktól nem szeretnének eltekinteni, hát ezt is tiszteletben tartjuk. A itt jelenlévő kórusoknak is megvolt, illetve meg lesz a maguk egyéni koncertje is, hiszen a tisztelet pedagógus kórus már túl van az adventi kórus délutánján, ami évek óta a városi, illetve megyei múzeumban van. Én is szerencsésen ott tudtam lenni, és nagyon-nagyon kellemes három ideóvány töltöttünk együtt. A Monsány kórus megjövendeztette közönségét a német nemzetiségi esten, és a Gajárda együttes pedig 20-án fog a közönsége számára önálló estet adni. Nagyon köszönöm mind a három kórusnak, hogy ezt a kezdeményezést elfogadták. Hát azt szoktuk mondani, hogy nagyon közteljesen, hogy a puding próbálja, ha megeszik. Itt úgy tűnik, hogy az elején ez egy kicsit akadozott, de én nem adom fel, úgyhogy hát ha lesz még olyan adventi időszak, amikor valamennyi kórus együtt lép fel. Kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, és ha nem találkozunk ebben az évben, akkor áldott ünnepet és nagyon boldog új esztendőt. József pedig elindult Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, hogy összehívják egyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt, és történt, hogy amíg ott voltak, eljött születésének az ideje. Ez az advent különleges a számomra. Azért, mert a várakozásról szól, és egy nagy várakozásban vagyunk a feleségem, ami már 9 hónapja. És a feleségem most Pécsett van a szülészeti osztályon, és a ma reggelünk úgy kezdődött hajnali 3-kor, hogy mi nem Júdeából és nem Galileából Júdeából mentünk, és nem Szamáriától, hanem az autókkal Csekszárdról Pécsre. Ez a várakozás egy különleges dolog. És talán nekünk van egy gyermek születése ügyele, hogy mit jelent az adventi várakozás az ember számára. Szerintem az Isten is ezt a történetet adta az evangéliumban, ami egy különleges várakozásra készíti az embernek a szívét. Van ebben rengeteg feszültség, félelem, van sok-sok boldog öröm, de van nehézség is, kiszámíthatatlanság. Sok minden olyan, amit az ember talán nagyon nehezen tud kifejezni. Az advent számunkra ezt a várakozást jelenti. Nagyon sok olyan dolog van, amire várunk, amit nem tudjuk, hogyan jön el. Az Isten igéje azt mondja, hogy az Úr Jézus eljött ebbe a világba. Mi
a szüleinket, mindegyikünket, bármilyenünket. És az Úr Jézus vissza fog jönni, és eljön ebbe a világba. És ezt a várakozást írjuk most, és ennek a várakozásnak a feszültségében vagyunk nagyon-nagyon. Ma reggel, ahogyan elindultunk a feleségemmel, aki már átélte ezt, és a legtöbben már átélték ezt a, itt a teremben, tudják, hogy ilyenkor az ember készül, összeszedni a holmit, jaj, mit felejtünk el, már jó előre akkor, és segített ez a jó előre bepakolás, ez a jó előre felkészültség, vagy a kórusaink is felkészültek jó előre, mert át lehetett engedni magunkat a várakozásra. És képzeljék el, hogy elkezdtünk énekelni a feleségemmel az autóban, hogy olyan csendben énekeljünk valamit. És az éneklés az ember szíve legmélyéből kifejez valamit. És ezt kívánom önöknek, hogy ez a sok dal, amit hallanak, ez a sok szépség, ez a sok üzenet, ez a várakozásról szóljon ezen a mai estén. Hogy gyújtsa meg a szívünket, és emelje föl, hogy az Úr Jézus lássuk magunk előtt, aki valóságos, aki valóság, mert ő eljött ebbe a világba, és vissza fog jönni, és a mi szívünk őre vár. Ezt kívánom önöknek, és engedjék meg, hogy imádságot hadd mondjak el, aki teheti az imádkozzon velem. Istenünk, hálásak vagyunk azért, mert olyan sok ajándékot adtál nekünk. Nem elsősorban a karácsony fát, vagy az ajándékokat, amik ránk állnak a falat, hanem adtad nekünk az éneklésnek az ajándékát, és köszönjük neked, hogy a mi lelkünk annyi mindent ki tud fejezni az éneklésben. Köszönjük azt, hogy kórusok felkészültek most ezen a mai napon, hogy a lelkünket emeljék. Köszönjük azt, Urunk, hogy te megáldasz bennünket, és hogy te áldásodban lehetünk ezen a mai napon. Kérjük, hogy ezt az adventi várakozást tett valóságossá számunkra, és szóljon ez. Szóljon ezen a személyes életünk várakozására és kiteljesedésére. Amen. Áldott békés, boldog karácsonyt kívánok Isten áldásával. Most elindulok a feleségemhez, úgyhogy elnézést kérek, hogy nem tudok ezt mondani. Gyönyörű élményekkel együtt készítenünk el. Szoros kapcsolatot tápolnak a többi magyarországi német nemzetiségi kórussal, Tolna megyei kívül is. A kórus többszörös arany, dicséretes és kitüntetéses arany minősítő fokozattal rendelkezik. Kétszer az aranypálya fokozatot is megkapta, majd pedig az aranypálya nagy díjat nyerte el. Legfrissebb díjukat a Szexárd büszkesége 2017 címet a napokban vett át a kórusok városi polgármester. Mai műsoruk német adventi dalokból áll. Akin, Marians, Des Engels, Zungesprach, Maria Duch, Ein, Dolbar, Ding és Ringekel. A kurus felkészítője Molnár Márta, harmonikán kísért Federankkal, az egyesület elnöke Nikola Péter.
amelyek során Johann Sebastian Bach, Handel, Haydn,
Mozart Vivaldi műveiből válogatott részleteket szóval. Szekszárd város 2008-ban és 2014-ben a Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címet adományozta művészeti tevékenységéért. Mai műsora. Vivaldi Gloria című művéből, Domine Deus, Handel Messiás című oratóriumából, Rejoice, és Haydn részlet a Szent Cecília misát, Francis Ildikó énekművész, kísér Lozsányi Tamás Orvonat. Thank you.
szexárdon. Már óvodás korában elkezdett zongorát tanulni, nem zeneiskolai keretek között Szabó Györgyiné volt Bárhaszéken az egyszemélyes zongoratalasz. Édesanyjával rendszeresen jártak szentmisére, Csukor Árpád orgona játékát hallgatva, 10 éves korára biztos volt abban, hogy orgona művészet. 1980-84-ig Budapesten a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola orgona szakos tanulója volt. 1984-89-ig a következett, ahol mások mellett Leopold Gábor tanítványa volt. 2009-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen zongora tanári diplomát továbbá a zongora előadó művészi végzettséget szerzett. 1989 óta szexárdon tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
összekovácsolta a kis csapatot, és Anucska Adrián vezetésével igazi kórussá szerveződött. 2010-től az alapító karnak más elfoglaltsága miatt megvált a csapat. A művészeti irányítást dr. Szabó Szabocs vette át, aki nem kis áldozatok árán viszi újabb sikerek és elismerések felé az együttest. Vezetésével további hazai és nemzetközi sikerek után 2012-ben hangversenykórus minősítésben részesülhet. Az addig végzett munka eredménye lett, hogy méltóan találták a kórust a Szekszárdváros aranykönyvében való bejegyzésre. Szekszárd megyei város közgyűlése 2013-ban közjóért kitüntetést adományozott a Kályárka Kamara Kórus Egyesületnek. 2017-ben a Magyar Kultúra Napján addigi munkájáért a Tolna megye művészetéért kitüntető díjban részesült. Mai műsor. Mária népénekek Csokra, Imbir, Ave Mária, Kodály Zoltán, Matizi András, Jövel Szent Életű Isten, ismeretlen szerző, mi atyánk, ismeretlen szerző az 1700-as évekből, Zenger hálaének, és Handel, Halleluja, Amen. Közreműködik Müller János, vezényel dr. Szabó Szabocs.
Köszönöm.